Ez eltűnik a kesztyűben. Meg se tudom fogni, citromos csavarhúzó. Szerintem ilyen táj nem is létezik. Sziasztok! Hát már megint itthon vagyunk, a sok utazási vlog után most ismét itt ülünk a megszokott kis asztalunknál, és ezúttal van két segítségünk, illetve több is, konkrétan 5 segítségünk van. Egyik segítségünk a szomszédasszonyom, aki majd segít nekünk ide készíteni bizonyos tárgyakat, amikről még mi sem tudjuk, hogy mik azok, mert hogy ugye most mondom a videó lényegét, ki kell találnunk, hogy mi van a kezünkben. Ilyen videót készítettünk mi már 2 is, a linkeket letesszük majd a leírásba, azok is nagyon viccesek lettek, de ott azért mégiscsak volt egy kis könnyebbség, ugyanis konkrétan a kezünkbe, tenyerünkbe kaptuk a tárgyakat, és úgy azért tapintással könnyebb megmondani, hogy mi az. De most lesz egy kis nehezítés, nevezetesen. Sütőkesztyűben fogjuk kitapogatni a cuccokat. Úgy van. Na, nézzük ezeket a gyönyörű sütőkesztyűket. Az enyém, az 2 régebbi darab, mikulásos. Hát abszolút illik így a júliushoz. Mollikáé meg. Szívecskés. 2 kis szívecskés. Ezeket ma újítottuk. Azért van a fejünkön ez a jópofaság, amit most mindjárt megmutatunk, hogy milyen viccesen nézünk ki, hogyha lehúzzuk a szemünkre. Ki merre kancsít, Molly, te befelé, én meg kifelé, ugye? Nyilván, mert ez a párja. Szóval így fogunk kinézni, amikor elénk helyezik ezeket a bizonyos tárgyakat, mert ugye nyilvánvalóan nem lehet látni sem, csak tapogatni. Ugyanaz a 2 tárgy lesz mind a kettőnk előtt, és hát majd meglátjuk, hogy milyen vicces helyzetek adódnak abból, hogy az egyikünk esetleg ezt tapogat ki belőle, másikunk meg amaz. Na, kezdjük! Na, készen is állunk. Ugye, amikor ide helyezik a tárgyakat, akkor nekünk fel kell tenni a kezünket, hogy még véletlenül se érjünk hozzá. De most már tapogathatjuk, ugye? Aha. Jó. Akkor nézzük, mi van itt van középen. Miért csaptál rá, Molly? Mit gondoltál? Mi az? Ez egy ilyen... Mi ez, valami tégla? Hát ez egy ilyen téglalapszerű valami. Ez egy... Szerintem ez egy könyv. Én azt mondom, hogy ez egy könyv. Te mit mondasz, Molly? Nekem ez valami üdítős, teljes doboz. Üdítős? Szerintem ez könyv. Doboz. Ez ilyen lapos, és ilyen... Nem tudom, jobban kitapogatni ebben a jó kis kesztyűben. Csak azt érzem, hogy valami téglalapszerűség. És olyan, mintha szerintem könyv. Szerinted meg mi? Szerintem egy üdítős, vagy egy teljes doboz. Na jó, akkor nézzük meg. Ja, végülis nem. De én leveszem, mert nem tudok ebbe csinálni semmit. Mehet? Aha. És tényleg! Molly, ügyes! Hú, de nagyon csapat! Molly eltalálta az első teljes doboz. Szuper, oké. Én azt mondtam könyv. Hát éppen az is lehetett volna. Papír, papír. De nem az volt, hanem teljes doboz. Oké, második kör. Na oké, második kör. Aha, itt van. Úristen, ez mi valami? Tudod, milyen hangja van? Mint annak a műanyag csomagoló papírnak, tudod, az a puttyogatós. Tényleg? Ez mi? Ez... Ja, itt van. Ja, nem szabad közben. Megbeszéltük Mollyval, hogy nem szabad közben nagyon mondogatni, bár én pont most mondtam, hogy mit gondolok. De nem szabad, mert azzal kvázi segítünk a másiknak, meg befolyásoljuk is, tehát lehet, hogy rosszat mondunk. Így aztán meg kell tartani magunknak, és akkor majd a végén elmondjuk, hogy mi az. Ez mi? Neked van valami tippet? Talán van. Nekem van tippem. Na jó, ez valami szörnyű képződmény. Na jól van, oké. Kinek mi a tippje? Gyerünk, mondjuk. Neked mi a tipped? Nekem az a fürdőrózsa, tudjátok, amivel így fürdnek az emberek, az a... Hát igen, rózsa alakú, ilyen fürdő. Ja, ilyen műanyagból van, igen. Ilyen mindenféle izé. Na, én meg azt gondolom, hogy ez valami növény, és szerintem tönkre is tettem ezzel a sok markolászással, mert én szerintem itt alul ez valami kemény, ez valami cserép lehet. Alul? Hát itt alul van valami keményebb része. Na, szerintem most nézzük meg, oké, a tippek elhangzottak, neked fürdőrózsa, nekem valami növény, ami szerintem elérte az utolsó óráját, mert tönkre is tettem. Mehet? Aha. Ja, várját, meg kell vennem. Növény! Tényleg növény! És nem tettem tönkre, miután ez műanyag.
Én csak itt a fülbő rózsa. Mondjuk tényleg, tök igazad van. Amíg én is csak a tetejét így taperoltam, addig gyakorlatilag azt hittem, hogy ilyen csomagolóanyag. Mert az ilyen. Tisztára olyan hangja van. De hát műanyag, műanyag. Na látjátok, milyen jó játék ez, legalábbis nekünk nagyon jó. Na jól van. Hát akkor tulajdonképpen egy-egy az állás, igaz? Aha. Mert az előzőt Molly talált, aki ezt meg én. Ez az, tök jó. Hát akkor harmadik kör. Mehet. Már bátor vagyok. Hol van? Ez nagyon pici! Attól féltem! Egyfolytában ettől, hogy ilyen picikét fogunk kapni. Ez van. Mi ez? Úristen! Hol van? Molly? Ja! Ide gurul. Meg se tudom fogni. Ez eltűnik a kesztyűben. Szerintem ilyen táj nem is létezik. Bombon? Vagy mi ez? Nem, ennek van valami szára. Ó, én tudom. Én tudom, van egy ilyenünk, nyilván van, ezt mindig elmondom, hát különben honnan jönne. Szerintem... Nekem is van. Na ez nagyon nehéz, gyerekek, tehát ezzel jól meg tudjátok viccelni a barátaitokat, hogyha pici tárgyakat adtok. Mert ezzel a bazi nagy kesztyűvel gyakorlatilag ilyen pici tárgyakat azért nagyon nehéz kitapogatni, de nekem van egy tippem, Molly, mehet? Nekem is van. Na, mehet? 3, 2, 1. Csavarhúzó! Mi? Milyen csavarhúzó? Micsoda? Nézzük meg! De mit mondtál? Nyalóka! Nyalóka? Ez csavarhúzó. Nézzük. Anyám, hát van egy olyanunk, aminek gomb van a végén. Na most már látnunk kell. És tényleg a gyerek tudja! Méghozzá az enyém citromos. Az enyém pedig dinnyés. Citromos csavarhúzó. Hát jól van, jól van. Ez nyilvánvalóan nem is értem. Tehát egy ilyen, hogy nyalóka, ezzel kapcsolatban szerintem mi felnőttek a gyerekekkel, nem tudjuk felvenni a versenyt. Esküszöm, van egy ilyen csavarhúzom. Olyan kis cuki. Van citromos. A végén egy ilyen ki... Nem citromos, de most már az. Tehát van a végén egy ilyen kis gombocska, és úgy jön ki belőle az a csavarhúzó rész is. Tök helyes. De ez nem az. Ez a nyalóka. Hát persze, hogy nehéz volt kitalálni, mert hogy ilyen kis pirinyóka, bezzeg, hogyha ekkora lett volna, akkor sokkal könnyebb lett volna kitalálni. Ez a nyalóka, ezt nem lehet elnyalni, mert hogy ez a, ugye, ez a tartója ezeknek, a kis nyalókáknak. Tehát ezek még a szokásos nyalókáknál is kisebbek, mert hogy ezt a reptéren vettük Mollynak, ezeket a nyalókákat, tehát ez egy óriás nyalóka, bele se tudom tenni. Óriás nyalóka, és benne a pici nyalókák. Tök jó a csomagolása tényleg. Na bezzek, hogyha ezt, szerintem ha ezt a nagyot adták volna a kezünkbe, Molly, ezt se találtuk volna ki. Én tudod, mit voltam volna rá? Hogy WC-pumpa. Komolyan! Hát nem olyan, mint egy WC-pumpa. Hát nézzét, hogyha ezt így nem látjátok, akkor így teljesen olyan. Tényleg, atyavilág, tök WC-pumpa. Na mondom, hogy kreatív ez a játék. Na de minden esetre nem ezt kaptuk, hanem a pici nyalókát kaptuk, és nem is találtuk ki. Illetve én nem, bocsánat, a gyerek kitalálta. Na akkor fel a következőre. Na nézzük, mi van ide rakva. Jaj, ez magas. Milyen magas ez? Ez jó magas. Szerintem ez megvan. Hát ez azért szerintem nem olyan nehéz. Te mit gondolsz? A nekem is megvan. Megvan? Na és Molly, hogyha ezt a tárgyat, nem, szerintem már te is biztos tudod, de ha azt kérdezem, hogy mi jut eszedbe erről a tárgyról először, tudsz rá válaszolni? Aha. Na mi? A slime. Igen! A slime. Szerintem akkor mind a ketten tudjuk, mi ez? Mosószer. Úgy van, legalábbis gondoljuk. Éppen lehet valami teljes kanna is, de nem teljes kanna, hanem mosószer. Hát persze, hát mi más lehet olyan dolog, ami a mi háztartásunkban gyakorlatilag nagy üzemi mennyiségekben fordul elő, a mosószer. Most is nagyon szeretünk, persze, de hát a slime készítéshez is folyékony mosószert szoktunk használni, szóval ő nekünk jó barátunk. Úgyhogy ezért nem is véletlen, hogy szinte előre kitaláltuk, még akkor is, hogyha nem is ilyen sütőkesztyű lett volna rajtunk, hanem boxkesztyű, szerintem még akkor is kitaláltuk volna. Következő kör indul.
Ez is nagy. Nem, nem nagy. Ez picike. Ez valami picike. Gumi, valami ilyen hajlós. Mi ez, Molly? Nem tudom. Én... Na jó, én nekem fogalmam sincs, de tényleg. Hajlik és kemény. De mi a bánat ez te? Na jó, mindegy. Nem tudom, neked van-e tipped? Próbáljuk meg. Hát ha mégiscsak. Na, mi lehet? 3, 2, 1. Nem tudom. Akkor nézzük meg a kis nem tudom kák. Ez a papucsod, Molly. A papucsod! Hát persze, végül is hajlik, meg ilyen kis könnyű, meg lehet dobálni. De hát egyáltalán nekem gyerekek lövésem sem, neked. Mert? Magas? Nem magas. Ez valami kemény, igen. Hosszú. Hosszú. Hát, szerintem én tudom. Az egyik kedvencem. Nekem is van tippem. Ez, szerintem ez tök egyértelmű. Én nekem van egy tippem erre. Nekem is Molly, van. Te van? Uh-huh. 3, 2, 1. Ketchup! Te mustár, én meg ketchup. Na nézzük meg. Nézzük meg. Egyik se. Ezek samponok. De teljesen. Különben színe még stimmel is, az enyém piros. És ilyen... Jó, tök jó. Nagyon jó. Ez de jó. Na jó, már mi olyan jó? Semmi. Nem találtuk ki igazából. Tehát színre stimmel, a tiéd még színre sem, mert az sárga lenne. Hát jól van, ezek samponok. Ebben megint nem kaptunk pontot, ez most nem volt annyira nyerőkör, baba. De menjünk a következőre, hát ha az egy kicsit jobb lesz. Na készen állunk, mehet. Magas? Nem. Kicsike. Kemény. És lehet dobálni. Ezt tudom mi. Van ilyenünk, nyilván van, hát hogy került nekem volna ide. Nekem is van tippem. Én tudom, hogy ez mi. Ez egy ilyen különleges valami. Tök jó. Na hát, én tudom. Nekem is van tippem. Én tudom. Na, jó, mehet? Uh-huh. 3, 2, 1. Mutáns paprika! Mi? Mutáns paprika! Mutáns paprika! Ez szappan! Megnézhetjük? Nézzük meg! Mi? Milyen mutáns paprika, meg szappan? A paprika az ilyen rücskös, de ilyen mélyedéses. Ez viszont ilyen sima, és azért mondtam, hogy mutáns paprika, hát. Mangó, hát imádjuk a mangót olyannyira, mint amennyire a szappant is imádjuk. Képzeljétek el, hogy van ilyen szappanunk, ami egyébként olívás szappan, ha jól emlékszem. Bár lehet, hogy az nem ekkora. De mondjuk ezekben az óriási kesztyűkben azért ez óriás. Tehát nagyon nehéz eltalálni, hogy tényleg pontosan mekkora egy tárgy. És olyan az az olívás szappan, hogy ilyen tengerhullámot formáz gyakorlatilag, és azt gondoltam, hogy ez a mangó, de nem ez a mangó. És te meg mutáns paprika? Mondjuk tényleg miért ne lehetne? Hát vannak ezek a tök jó nagy paprikák, azoknak is ilyen kis hullámos alakjuk van. Hát ez jó kör volt, gyerekek. Hát pontot azt nem kaptunk, de jól szórakoztunk. Mangó. Ez... Olyan, mint egy tukának az orra. Vagy csőre. Látjátok? Nézd. Ezek a játékok. És amúgy tényleg olyan. És itt a szemmel a tukán. Kiváló. Ezek a játékok a legjobbak, nem? Amik úgy, lehet, hogy elsőre úgy gondolnátok, hogy mi értelme van ennek. Másodszorra viszont szerintem tök kreatív, tök jó pofa játék, tényleg. És mi mindent lehet belegondolni egy egyszerű mangóba? Szappant, tukán, mutáns paprikát. Tukán csőr. És tukán. Jól van. Amennyire tudom, van még tárgy, úgyhogy menjünk tovább. Na mehet? Uh-huh. Na nézzük. Ez óriási! Mi ez, valami doboz? Mi? Azt akartam mondani, hogy mi ez, valami labda, de nem labda. Nagyon nehéz. Van tippem. Ez de jó! Van tippet? Nekem is van. Na, mondhatjuk. 3, 2, 1. Dingye! És tényleg,
nézzük meg azért, hát ha valami mutáns képződmény. És egy dinnye. Jaj, de jó, szeretjük a dinnyét nagyon. Jól van. Akkor szerintem, hogyha vége lesz ennek a videónak, Molly, és nagyon ügyesek leszünk, akkor megünnepeljük egy kis dinnyével, vagy naggyal. Csapodod a kezed, és ha valami, ó, és ha valami üveget raknak oda, vagy egy kis állatot, gondold el, és agyon csapod. De, ez nem az. Ez nem az. Molly, minket megvicceltek. Ez de pedig nem mondhatom meg, hogy miért, mert akkor elmondanám, hogy mire gondolok, az csak a végén. De ez tuti, ez biztos, ez 100%. És minket, ez egy furfang. Ez egy furfang, és azt gondolták, hogy majd nem merem azt mondani, amit szeretnék mondani, mert nem mondhatom meg, de mindjárt megmondom. Mondjuk. Na, van tippel? Aha. Ó, ilyen gyorsan, tök jó. Na, mehet? 3, 2, 1. Sampon! Na látod, ezért vagyunk megviccelve, mert sampon már volt, és most újra van, és azt gondolták, hogy nem jövök rá. Na nézzük, mi az. Ez musta. Egyébként pedig ketchup. És nem vicceltek meg. Nem musta. Hát igen. Teljesen olyan volt. Igen, de ezekkel a műanyag dobozokkal különben meg lehet viccelni az embert, mert nyilván egyik olyan, mint a másik. Bár azért... Műanyag. Igen, igen, és hogyha a kezünkbe kaptuk volna, akkor nyilván ezekből az apró kis részletekből talán rájöttünk volna, hogy ez a mustár, és az előző volt a... Tusfürdő. Vagy mi volt az? Sampon volt? Sampon. Hát de így ezekben a hatalmas kesztyűkben nem. Hát én most nem is tudom. Szerintem Molly elnyerésre, ugye? Szerintem többet talált ki Molly, de én most így nem tudom most pontosan. Az a lényeg, hogy megint jót játszottunk, gyerekek. Megint, és ez megint tök egyszerű. Igazából nyilván a tárgyakat nem mi kerestük össze, de aki összekereste, az is a konyhából, meg a fürdőszobából, meg innen-onnan szedte össze. Tehát igazából túl nagy előkészület nem kell hozzá. És szerintem otthon a családdal, vagy a barátokkal tök jót lehet ezzel játszani. Előkapjátok a sütőkesztyűket, és már mehet is a játék. És tök egyszerű, tök olcsó, és szerintünk tök szórakoztató is. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Gondoljatok, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, hogyha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok! Hát akkor, ahogy a videóban is mondtuk már korábban, megérdemeljük ezt a dinnyét, mert nagyon ügyesek voltunk. Úgyhogy Mollikám, akkor jó étvágyat! Megkoronázzuk ezt a jó kis játékot! De finom! Vékony héjú, csak gyümölcsből áll az egész. És ráadásul még, tényleg mézédes is. Az, hogy lefolyt a leve a torkomon, az nem az ő bűne. Oké. Szóval gyerekek, játszatok jót ti is, hogyha van kedvetek hozzá.